Szeretettel köszöntök mindenkit. Az a feladatom, hogy ajurvédáról beszéljek, meg méregtelenítésről, ugye? Jó. Hogy egy kicsit az ajurvéda szemszögéből a salaktalanításról, az ajurvédának a mi életünkre vonatkozó mindennapi jelentőségéről fogok beszélni. Próbáljuk meg kezdeni a fizikai valóságtól. Láttok itt két testformát, felső testformát. Melyik a normális? A baloldali, ugye? Igen. Sokan szokták mondani, hogy nagy a pocakom, meghíztam. De sajnos a meghízás az nem mindig egyenes arányos a pocak formájával és méretével. Majd erre még vissza fogok térni. Itt igazából a két kép az arról szól, hogy a szövetekbe különböző anyagok lerakódnak, amelyek aztán vizet kötnek magukhoz, vizet kötnek be a sejtekbe és a sejt közötti térbe is, ilyen cellákba, és ez a víz, ez ilyen buborékot képez, és ugye a különböző testtájakon különböző képen jelenik meg, ugye a hölgyeknek szokott problémájuk lenni a cellulit. Itt látjátok, hogy ez így néz ki, ilyen kis cellákban. Ennek egy része a zsír csupán, a nagyobbik része az inkább víz, ami a salakanyagokhoz kötődik. Na és akkor át is térek a ajurvéda megközelítésére. Az ajurvéda azt mondja, hogy a salakanyag, a felesleges anyag, azt úgy hívják, hogy ama. Ama. Ez tulajdonképpen a régi, az elhasznált, az a szónak a jelentése. Elégtelen emésztés során keletkező méreganyagokat jelöli elsősorban, de nem csak azt, mert ugye a meg nem emésztettet, a fel nem dolgozottat, a valami hiba aránytalanság miatt keletkezett anyagot, és a kívülről már eleve méreganyagként bekerülőt is jelenti. Tehát ezek a fő csoportjai, és ezt az ajurvéda is így tárgyalja még. Nyilván manapság azért az európai természetgyógyászat nyelvezetével egy kicsit kibővül ez az egész, és több részletét ismerjük, mint csupán az ajurvédából megismerhetjük. Na most ahhoz, hogy az amáról beszéljünk, ahhoz először egy picit az agniról kell beszélni. Az agni az a tűz, az a általunk felvett anyagok megemésztéséhez, feldolgozásához szükséges tűz. Többféle változata van. Az egyik a központi emésztési tűz, amit Jataragninak nevezünk. Ez az emésztőrendszerünkben az elsődleges hatás, ami a táplálékra rá támad, hogy úgy mondjam. Tehát például az emésztő nedvek, egyáltalán az ott lévő közeg, a millió, az ott lévő baktériumok és minden más, ezek képezik ezt az emésztési tüzet, aminek révén vagy meg tudunk valamit emészteni, vagy nem. Ez az elsődleges szétesése a tápláléknak. Azon túl, hogy természetesen a fogainkkal megmunkáljuk. Aztán van az elemek, az archaikus elemeknek az agnia. Ez az úgynevezett bútagni. Itt látjátok a Csaraka Szamhitából, tehát a ajurvéda egyik fő művéből az idézet helyét pontosan, hogy hova is vonatkozik ez a, hol is van felsorolva ez az agni típus. És akkor a harmadik, az a szöveti agni, a datvagni, aminek az a dolga, tehát visszatérve még az előzőt sem magyaráztam meg, a bútagni az elemekre való szétesést jelenti. Tehát az első emésztés után, amikor alkotó elemeire esik szét a felvett táplálék, akkor azt a bútagni moderálja. És a harmadik lépcsőben pedig a felszívódott keringésbe, ugye az ajurvéda szerint srótákba jutó tápanyag eljut
a különböző szövetekhez, és a szövetekben lévő agni, ez a harmadik, ez a datvagni. Mindegyiknek vannak nagyon sok altípusa még, tehát általában ilyen 6-8 altípusa van még, ami a különböző szövetek, a különböző elemek, a különböző emésztő részek. Ugye a legjellegzetesebb, amit érzékelünk, és amit sokan panaszolnak is, mostanság nagyon divatos betegségé vált, ugye ez a gyomorsav problémák. A gyomorsav maga az tipikusan egy agni probléma. Az emésztés tüze, az emésztés sava az, ami hat a gyomrunkban, és ez lehet normális, meg lehet túlzott mértékű, és leggyakrabban alul működő. Az alulműködés is sokszor olyan tüneteket produkál, mintha túl sok lenne a sav, és akkor arról szoktak panaszkodni, pedig valójában inkább a probléma az alacsony savmennyiség. Na és akkor azt mondtam, hogy felszívódik, és eljut a szövetekbe az anyag. Az ajurvéda szerint 7 féle szövetünk van. Nagyon szépen összecsengenek a dolgok a mai orvoslás megközelítésével. A legelső, ez a rasa szövet, ami valójában a sejt közötti térnek a sejt folyadéka, vagy sejt közötti tér folyadéka. A természetgyógyászat, a nyugati természetgyógyászat úgy nevezi ezt, hogy ez a Pischinger féle alaprendszer, mert Pischinger egy osztrák kórszövettanász volt az, aki erről nagyon sokat írt és kísérletezett. És tudjuk azt, hogy ez az a akvárium folyadék, amiben minden egyes sejtünk, szövetünk bele merül, bele süllyed. És ezen a folyadékon keresztül kommunikál minden a szervezetünkben. Tehát 2 sejt között ez a rasa van. Egy ér, mondjuk egy kapilláris és egy sejt között is ez a tér van, ez a rasa. Aztán a ideg impulzus az úgy megy át egyik sejtről a másikra, hogy eljut a nyúlvány végéig, majd ezen a téren keresztül közvetítődik át a következő sejtre. Tehát ez a rasa, ez az egyik legfontosabb és a legelső szövet, ahová a felszívódott tápanyag eljut. És persze minden, ami nem kell, hogy hasznosuljon, vagy nem fog hasznosulni, az is itt tárolódik. Tehát ez a rasa, ez tárolja például az elhasználódott anyagokat, így az amát is, a meg nem emésztett salakanyagnak minősülő dolgokat. A rakta az a vér maga. Tehát a vérbe szívódik fel utána a transport céljából ez a tápanyag, és eljut valahova, eljut a sejtekhez többnyire, vagy eljut olyan szövethez, ahol nagyobb mértékben tud raktározódni. Hát aztán vannak az izmok, kötőszövetek, ez a mamsa, a méda, a zsírszövet, az aszti, a csontok, a madzsá, az a csontvelő, és a szukra, az a szöveti felépülésnek a legfelsőbb foka, ez a ondó és az ivarsejtek, petesejt. Ebben a sorrendben bonyolódik a dolog. Tehát egyre bonyolultabbá, egyre erőteljesebbé, egyre több energiát igénylővé válik a szövet felépülése. És a legegyszerűbbtől, a szöveti folyadéktól sok lépcsőn és sok energia felhasználásával tud eljutni a szervezet a szukráig. Az ama tehát keletkezik, azt mondtam, hogy vagy az emésztés miatt, vagy mert eleve, tehát nem jó az emésztés, túl sokat veszünk föl valamiből, eleve méreganyagokat veszünk föl a környezetünkből, és marad vissza egy olyan tömeg, amire nincsen a szervezetünknek szüksége, nem tudta jól bedolgozni, feldolgozni, beintegrálni a saját állományába, és ezért akkor felesleges anyagként jelenik meg. És hát akinél ez a folyamat elindul, és nem fordít kellő figyelmet arra, hogy ezeket időnként kiválassza, annak egyre több lesz ebből az anyagból. És hát visszatérve ugye az első képre,
ez az egyre több anyag, ez nem feltétlenül csak zsír, vagy hogy túl sokat ettünk, hanem ez a salak anyag mennyisége, ez elkezd halmozódni mindenféle szöveteinkben. Na tehát, mi miatt keletkezik? Vagy mik azok, amelyekből kiindulva keletkeznek ezek a salakanyagok? Azt mondja az ajurvéda, hogy olyan táplálékok, melyek nem jól illeszkednek egymáshoz. Tehát ami nem illik, mondjuk joghurt tejjel, vagy édes a savanyúval, vagy szóval, hogy olyan, amit a szervezetünk csak nagy erőfeszítés útján tud kellően megemészteni, mert nem passzolnak össze. Hogy a nehéz, rosszul emészthető élelem, ugye a túlzottan zsíros, a nem kellően megfőzött, nem jól hőkezelt, nem jól fűszerezett ételek, de egyáltalán a túl sok evés is, ha valaki nem tud mértéket tartani. Ugye van egy mérték, amit ha nem tartok be, akkor az eleve már ama képződést mozdít elő. Az olyan étel, amit nagyon nem kíván az illető. Szóval azok azért, hogy az embernek vannak ilyen érzései, azok nem fölöslegesek. Valamire úgy akár undorral tekint valaki, vagy nem szívesen eszi, akkor azt jobb nem enni, mert az biztosan nem jót tesz neki. Hát persze vannak ebben azért finomságok, hiszen mondjuk a gyerek, ha megszokja az édességet, és mindig édességet kívánni, az nem azt jelenti, hogy az édes az nagyon fontos számára, és az egészséges étel meg nem jó, mert azt nem kívánja. De úgy általában fő irányát tekintve egy felnőtt ember azért meg tudja érezni, hogy a hasonló ízkarakterek közül melyik az, amelyiket szívesen fogyaszt, és melyiket nem. Aztán az olyan étel, ami biztosan tudjuk, hogy puffadást okoz. Hát miért okoz puffadást? Vagy azért, mert nem jól emésztődik meg, mert olyan a baktériumflóránk, olyan az emésztő nedveink összetétele, vagy azért, mert nem jól lett elkészítve, vagy egyáltalán arra érzékenyek vagyunk. Tehát például van ez a táplálék intolerancia. Ha az ember olyan ételeket fogyaszt, amire intoleráns, amit nem bír jól megemészteni, akkor az mindig puffadást okoz, és gázképződés nyilván. Rosszul emésztődik, eleve gáz fejlődik belőle, vagy a baktérium termeli azt, ami annak alapján nagyobb mértékben szaporodik. A túl sok nyers étel, tehát az sem jó föltétlenül. Na most ez ugye egy ilyen jó beszédtéma manapság ilyen reformkörökben, hogy nyers vegán legyen-e az ember, vagy ne legyen nyers vegán. Azt kell itt tudni, hogy ha valaki nagyon egészséges, ami azt jelenti, hogy mindene intakt még, megvan az összes foga, nem tömték be, nem csökkent a gyomorsav termelése, jó a bélflórája, és nagyon jó a passzázs. Ugye a nagyon jó passzázs az azt jelenti, hogy egy nap alatt átmegy az emésztőrendszeren az elfogyasztott táplálék. Tehát ez mind oké, akkor nyugodtan lehet mértékkel, azt mondhatom, hogy teljesen nyers ételen lenni, nyers növényi ételen. De az emberek többsége sajnos nem ilyen, hanem az jellemző, hogy valamelyik eleme ennek a felsorolásnak károsodott már, és úgy nehezebben tudja megemészteni a nyers ételeket, és az mindig olyankor amát termel. A másik dolog, hogy az ajurvéda szerint vannak típusok, vannak erők, amelyek irányítják a természetet és a mi testünk természetét is, ezeket dósáknak hívják, és van olyan dósa, aminél a nyers az kívánatosabb, mondjuk a pitta dósánál, és van olyan, ahol a nyers az kifejezetten rosszat tesz, mondjuk a vata dósánál. A vata az egy nagyon gyakori túlműködés a mai világban, mert az emberek nyüzsögnek, mindig valami újba fognak, valami külsődleges dologba investálják az energiáikat, és nem a belső megismerésbe.
és ezt a vatadósa irányítja. És éppen ezért a nyers étel, hogyha valaki csak nyerset akar fogyasztani, akkor az sokszor nem stimmel. Na tehát visszatérve, a túl sok nyers ételnél tartottunk, aztán az élelmiszer, mely a gyomor béltraktust irritálja, az gyulladást kelt. Tehát az olyan ételek, amelyek túlságosan csípősek, túlságosan savasak, vagy olyan, amire intoleránsak vagyunk, és gyulladást kelt, a fájdalmat okoz, az biztosan amát termel úgy szintén. A nagyon hideg étel és ital. Ez nem azt jelenti, hogy nyáron ne egyen az ember valami, vagy ne igyon valami hideget, de azt biztosan jelenti, hogy nyakra főre mindig a hideget inni, és enni az nem jó. Különösen, ha nincs hideg. Vagyis, hogyha nem hideg a... rosszul mondom, tehát hogyha nem, nincs túlzott forróság, ami miatt a hideg kívánatos lenne. Aztán a nem tiszta, fertőzött ételek. Ugye, tehát a romlott étel, mondjuk azt, hogy a tamagunába eső ételek, ez a pszichés konstitúciónak a három kötőereje, a tama, raja és a szatvaguna, és ahhoz, hogy az ember lelki fejlődéshez jusson, vagy az egészségét visszaállítsa, mindkettőhöz a szatvaguna a kívánatos. A tamagunába tartozik például az, hogyha romlott, vagy másnapos, vagy erjedt az étel, az abból nagyon mértékkel szabad csak fogyasztani. Azért mondom, hogy nagyon mértékkel, mert azért például a savanyú káposzta, vagy a kovászos uborka, az itt ezen az égövön, ezen a földtájon időnként jó. Kicsit segíti a remésztést. Indiában másként ítélnek meg bizonyos élelmiszereket, mert ott mások a lehetőségek. Minden esetre a tamaguna ételek azok általában nem tesznek jót az egészségnek, ez így általánosságban elmondható. A száraz, dehidrált ételek, ugye ez is olyan, ami a vatadósát túl működteti. Étel, melyet túl sokáig áztattak. Tehát az se jó, ha valami nagyon száraz, meg az se jó, hogyha túlságosan szétázik. Hát ha valamit beáztatunk, akkor azt egy bizonyos ideig tegyük csak, néhány óráig, vagy esetleg egy éjszakát, de állandóan áztatni, és aztán időnként venni belőle és enni, az nem jó, mert abban a felázott dologban már tönkre mennek a tápanyagok. Aztán az intenzív emóciók. Tehát ha valaki nagyon érzelmes életet él, akkor az sokszor az emésztő rendszerét nem jól befolyásolja. Tudjuk azt, hogy az emésztő rendszerünket a vegetatív idegrendszer kétféleképpen szabályozza. Van a szimpatikus idegrendszer, ami stressz helyzetben működik, és olyankor általában a végtagjaink kapnak több vérellátást, meg beidegzést. Ilyenkor tud az ember védekezni, támadni, elszaladni, pofon csapni. A paraszimpatikus idegrendszer pedig az, ami éjszaka működik, vagy pihenéskor, és ilyenkor pegyhüttek a végtagi izmaink. Az emésztő rendszerünk az pont fordítva működik, tehát a szimpatikus, amikor el kell szaladni, támadni kell, akkor teljesen leállítja az emésztő rendszer működését, a paraszimpatikus az pedig éjszaka működik nagyobb mértékben, mikor a testizomzata pihen. Tehát amikor ezek az emóciók vannak, ezek általában stressz helyzetet jelentenek, ilyenkor az emésztő rendszer az leáll, nem jól működik, nem kap kellő energiát az emésztés, és ilyenkor ama salakanyag termelődik. Bocsánat. Aztán a stressz, az ugyanez a kategória. A túl sok böjtölés. Ugye Aninda volt olyan kedves, hogy már te megemlítette ezt a könyvet, bőjterápiáról írtunk egy könyvet, és azt mondjuk, hogy ez egy nagyon fontos fegyver a természetgyógyászat kezében. Nagyon sok mindent jól lehet vele kezelni,
de a túlzásba vitt böjtölés úgy szintén nem jó. Tehát amikor egy első találkozás alkalmával én fölírok egy böjtöt kezelésként valakinek, bázis az szokott lenni, hogy 3 hét, de van olyan, akinek nincs annyi testsúly tartaléka, nincs olyan konstitúciója, nincs olyan dózsaeloszlása, és annak nem írok ennyit, hanem esetleg mondjuk 3 napot, vagy 5 napot, vagy 10 napot, attól függően, hogy mi tud abból jól kijönni. Általában a böjt az mindenkinek jó, csak az idő tartalma az nem mindegy. Rendszertelen étkezések. Hát ha össze-vissza éli valaki az életét, akkor az biztosan úgy szintén hamát termel, mert a szervezetünknek van egy ritmusa, és ez a ritmus felborul, akkor nem tud megfelelni az emésztésnek. Ételintoleranciák, allergiák, ugye erről már szóltam. Ezt vizsgálatokkal lehet pontosítani, meg hát saját magunk kísérletezhetünk, ugye bizonyos dolgokat, ha fogyasztunk, valahogy elkészítünk, máshogy készítjük, ugye nem biztos, hogy mindig. Tehát például a táplálék intolerancia tesztekben kiszokták hozni, hogy a kukoricára valaki nagyon érzékeny, miközben a puliszkára meg szinte nulla. Na most akkor mi van, ugye? Tehát, hogy az a különbség a kettő között, hogy az egyik az a kukorica liszt, amit valahogy elkészítenek, a másik pedig a megfőzött, jól megfőzött kukorica, ami nem okoz panaszt. Tehát a hőkezelés az tudja javítani a feldolgozhatóságot. Ugyanez vonatkozik a hüvelyesekre például, hogyha meg kuktába készíti el a csicseri borsót, és leönti a vizét, és még jól befűszerezi, akkor az kellő hőkezelés, meg kellő előkészítés, hogy a lektinek elpusztulnak, és azt már tudja viselni az illető, tehát azt már meg tudja emészteni, és nem keletkezik ama. Hát a pancsakarma mellékhatások is lehetnek ugye olyanok, hogyha valaki, ugye ismerjük ezt a fürdőkúra reakciót, biztos van, aki már hallott róla, hogy elmegyünk egy fürdőhelyre, ízületi fájdalmakkal, tudjuk, hogy az a gyógyvíz az pont jó az ízületi betegségekre, jó, megmártózzunk benne néhány napig, és olyan ízületi fájdalmaink lesznek, hogy ihaj. És miért van? Mert túl van adagolva a gyógyító faktor, mert olyankor salakanyagok, gyógyítóanyagok szabadulnak fel a szervezetünkben, és ezt nem tudja jól tolerálni a szervezet. Tehát a megfelelő dózis az nagyon fontos. Ugyanez van a pancsakarmánál is, tehát a salaktalan, az ajurvéda salaktalanító eljárásainál. Aztán a rekonvaleszencia, ez a súlyos műtétből való fölépülés ideje alatt. Olyankor is keletkeznek salakanyagok csak abból, hogy még nincs abban az állapotban a szervezet, hogy maga jól végbe vigye a megfelelő emésztést. Lakhelyváltozások. Tehát ez is ugye a stresszekhez tartozik, klímaváltozások, évszakváltozások, testi késztetések, elnyomása. Ugye az ajurvéda nagyon ellenzi azt, hogy valakinek, ha reggel székelési ingere van, annak ne tegyen eleget, vagy böfögnie kell, akkor ne böfögjön. Ugye ez a mai kultúránkkal sokszor nem passzol, de az biztos az, hogy az elnyomott ilyen késztetések, azok megbosszulják magukat, és panaszokat okoznak. Lépcsőfokok az ama károsításában. Gyomor-bélrendszeri ama, ott alakul ki többnyire először a probléma. Rosszul emészt, nem jól eszik, túl sokat eszik, hidegen eszik, kapkodva eszik, stresszesen él, stb. És az mind az emésztőrendszert zavarja meg. És akkor ott keletkezik először az ama. Ilyenkor bizonyos vizsgálatokkal én már látom, hogy az emésztőrendszer az mennyire érintett ebben a folyamatban. Na, megnyugtathatok mindenkit, hogy ez szinte mindenkinél van. Ez a fázis, ez nagyon hamar beköszönt, már fiatal gyerekeknél, felnőtteknél is megfigyelhető. Az ama a dósák vándorlása során eljut a dátukhoz. Mi volt a dátu? Ugye a szövetek. Tehát a szövetekhez eljutó ama, az ott kezd aztán lerakódni. Tehát már nem csak az emésztőrendszerben lesz gyulladás, hanem mondjuk a bőrön, vagy lesz a légutakban, és folyton ilyen garat váladéka lesz. Vagy lesz például a
a pajzsmirigyben, és akkor elkezd begyulladni a pajzsmirigy. Hát ez a következő lépcsőfok. Aztán a lerakódott ama károsítja ezeket a szöveteket. Tehát például a pajzsmirigy folyton begyullad és elpusztul, akkor nem termel elég hormont, és akkor pajzsmirigy alulműködés lesz. A megrekedt ama zavarja a dátukat, fertőzés, degeneráció alakul ki. Tehát ugye az, amit már, ahol már gyulladások vannak, és ahol szövetpusztulás van, az meggyöngül az a szövet, az a szerv. Meggyöngül, és ott egyre több ilyen probléma lép fel, a funkciója csökken, újra és újra befertőződik, mondjuk valakinek a középfüle állandóan begyullad, ugye? Ez egy elég komoly krónikus probléma. Vagy a melléküregei. És nem tud vele mit tenni. Aztán degeneráció alakul ki. Elégtelen emésztés következtében a dátuk táplálása elégtelenné válik. Tehát ugye közben az emésztőrendszerben is megy tovább ez a dolog, és ott is egyre rosszabb helyzet lesz. Ennek következtében az emésztőrendszer már nem tud annyi fontos jó tápanyagot prezentálni a szervezetnek, amire szüksége van, és így a szövetek ettől is elkezdenek szenvedni, ugye, hogy nem kapnak elég muníciót. A dósák nem tudják kiüríteni a malákat, ami növeli a mérgezettséget. Mala az a természetes módon kiválasztott fő háromféle anyag. Ugye az izzadság, a vizelet és a széklet. De ide tartoznak még a gennyek, a haj, a lekapart bőr, stb. Tehát minden, amit kiválasztunk, de ez a három fő dolog van, izzadság, vizelet és széklet. Ez a három mala, ez normálisan, ez nem salak, ennek el kell mennie. Ez el is tud menni, hogyha minden oké, de ha nem tud elmenni, mert eldugulnak az izzadságmirigyek, szorulása van a székletével folyton, mondjuk egy hétre van széklete mindig, és az is csak nyögvenyelősen mindig valami segédanyaggal. Akkor nem tud elmenni a salakanyag, ugye, ami kiválasztódik az emésztőrendszerbe, az a következő szakaszon vissza is szívódik. Tehát folytonos lesz a mérgezés, állandóan újra és újra elárasztja a szervezetet az ama. Az ama és a mala megakadályozza a szervezet mélegtelenítésére, gyógyszerezésére irányuló törekvéseket. Tehát ezek a fölhalmozódott anyagok, szükségtelen anyagok, ezek nem engedik, hogy kellő intenzitással reagáljon a gyógyító faktorokra. Tehát lehet, hogy salaktalanít valaki, és akkor panaszkodik, hogy hát nem fogyok. Miért nem fogy? Mert egyszerűen nem tudja, már lebontani se tudja, amit le kéne. Vagy mondjuk adunk neki valamilyen hatékony gyógynövénypreparátumot, és egyszerűen nem történik semmi. Nem az történik, mint a többségnél, hanem egyszerűen nem reagál rá. Ez azért van, mert ilyenkor már ilyen ignoránsé, ilyen rezignáltá válik a szervezet, hogy nem váltható ki az az alapreakció, amit egy-egy szabályzóanyag képes lenne. Klasszikus amatünetek. Mozgásszervi merevség, nehezítettségérzés, fáradtság, energiahiány, rossz általános közérzet, nyomottság, levertség, étvágytalanság, emésztési panaszok, renyhesség és pangás az emésztőrendszerben, felfúvódás, süllyedő a vízen nem fennmaradó széklet, székelési zavarok. Hallottunk már ilyeneket? Úgy távolról valakitől. Ugye? Hát ezek elég gyakran előforduló dolgok, mert kisebb fajta ama halmozódás az úgy azért szinte mindenkinél elkezdődik a felnőtt korral. Annyira egészségesen, annyira tisztán ma ebben a világban nem tudunk élni, hogy ez tökéletes legyen. De hát megnyugtatok mindenkit, hogy ez a dolgok rendje, ha ez egy mértéken belül van. Tehát
Keveset láttunk még olyat, aki megszületett és nem halt meg. Igaz? Szóval, hogy az életnek van egy eleje, meg van egy vége. A kettő között pedig romlanak a funkciók. Az eleje egy kicsit ott fejlődik, eléri ezt a kiskamaszkort, meg nagykamaszkort, mint az én fiam most, és aztán 20-25 éves kortól kezdődően pedig elkezd hanyatlani minden. Ismerjük, hogy a sportolók 25-30 éves korukban kiöregszenek. Miért? Hát még fiatal ember mondják. Hát nem, mert közben azért a szervezet elhasználódása már beindul, és azt pont ezek a folyamatok biztosítják, hogy halmozódik az ama, funkciókiesések jönnek létre, nem tud olyan hirtelen reagálni már mindenre, és így tovább. Tehát kezdenek megjelenni az elhasználódás, az öregedés tünetei. Na de van azért a normális ütem, meg van a túlzott. És a túlzott az kellene, hogy eltüntessük, vagy lecsökkentsük. Ne legyünk nyomottak, ha nem muszáj, ne legyünk fáradtak, ha nem muszáj. Az ember ezeket meg tudja szüntetni kellő időben való intézkedésekkel. További amatünetek még a vastag nyelvlepedék, ragadós köpet, renyhe tompa, gyenge pulzus. Hát néha annyit kell tapogatnom, mire megtalálom a pulzusát az illetőnek, szóval, hogy ott kéne legyen, de nincs ott. Hát úgy valami csordogál az erekbe, csak éppen nincs ez a löki a szíva, és a, tudjuk, ugye ez egy ilyen tovább haladó impulzus az erekben. Tehát attól van pulzusunk, hogy az ér az rugalmas, oda kinyomta a vért a szív, kitágul, és maga a érnek a rugalmassága összehúzza, és akkor ettől van ez az állandó pumpálás. És ez, hogyha csökken, mert már messzes az ér, vagy elfárad a szív, vagy nincs elég életenergia a szív csakrában, akkor ezek szépen csökkennek, és akkor nagyon nehezen tapintható a pulzus. Vagy a rossz testszag, a tompa szellem és érzékek, ezek mind előfordulhatnak. Ugye mondtam, hogy a két dolog összefügg, az agni. Ha a tűz kevés, akkor több lesz az ama, több lesz a salak. Ha sok a salak, akkor az folytja az agnit, és egyre kevesebb a tűz. Tehát ez a két dolog, ez nagyon összefügg egymással. Bélfal áteresztése képtelenné válik. Nincs elég dzsataragni. Amaszéklet jön létre. Milyen az amaszéklet? Hát bűzös, sok olyan dolgot tartalmaz, amit egyébként a széklet már nem szokott. Nem elég megmunkált, nincs neki ez a mucin védőburka, hanem szétesik, és ilyen lágyjá válik, és állandóan ilyen impulzust képez, tehát, hogy sokszor van. Ha nem elég jó az emésztés, felszívódhat, és a májba kerül a salak, ugye az ama, és ott a butagnit fogja kimeríteni. De ha az gyengébb, akkor megy tovább a szervezetbe, és eljut a dataragnihoz, tehát a szövetekben lévő agnihoz, és az is gyengülni fog. Tehát akkor az asszimiláció, a beépülés sem lesz teljes, és lerakódik, és akkor lesz szisztémás salakképződés, már nem csak az emésztőrendszerben, nem csak a májban. Mi a jele a májban a mai medicina nyelvezetével? Szokták mondani, hogy steatózis van a májban, amikor megnézi ultrahangon az orvos. És megnézem, és akkor a steatózis az azt jelenti, hogy a májsejtek között ott vannak a zsírcsomócskák. Olyan, mint amit az előbb az elején mutattam, hogy a cellulit hogy alakul ki. Ugyanez a zsír lerakódás, vagy hát nem csak a zsír, hanem salakanyagok lerakódása a májban, az nyomon követhető, az megnézhető ultrahang segítségével. És akkor az ajurvéda azt mondja, hogy van egy folyamata ennek az egésznek, ugye erről beszéltem eddig is már, ez az első, hogy a dósa elkezd halmozódni, meg az ama, a prakópa, ez a dósa megromlása, praszára, az a dósa szétszóródása, vagy az ama szétszóródása helyesebben. Ez a kettő, ez összefügg egymással.
a sztána szansrája, az a dósa lokalizálódása, a vyakti a betegség megjelenése. Tehát igazából mi a betegség megjelenését, az csak itt az ötödik színnél látjuk. Az ötödik színnél. Az összes előtte lévő, az a jéghegynek a víz felszíne alatti része, tehát halmozódik a jégtöm, csak még a csúcsa nem látszik ki. A vyakti, amikor megjelenik a betegség is, amikor már tényleg van panasz, probléma, kimutatható eltérés. És a béda, amikor pedig ez tovább fejlődik, és már krónikus betegség alakul ki belőle. Na most, amikor hozzám eljön valaki vizsgálatra, akkor ezt próbálom megállapítani, hogy hol tartunk. Mert nem mindegy, hogy itt, amikor megjelenik a betegség, itt intézkedünk, vagy már esetleg pont a hatodik fázisban, vagy esetleg itt elől, amikor még a dósa csak éppen szétszóródik a szervezetben. Olyankor sokkal könnyebb tenni még valamit, és sokkal hatékonyabban lehet tenni valamit, mint a vége felé. Ugye a hatodiknál nagyon keveset tud az ember tenni már, bizonyos problémákat biztosan meg is fognak maradni. A vyaktinál még lehet szerencséje az illetőnek, hogy kitoltuk ezt a betegség megjelenést. Jó, hát ehhez hasonló patológiákat írt le például a nyugati természetgyógyászati világban a Rekevég, aki egy ilyen gyógyszergyárat alapított ebből. Ő is azt mondta, hogy van először a kiválasztás problémája, aztán a gyulladások megjelenése, aztán a lerakódás, a depozíció, bevésődés, szétesés, átépülés, stb. Egy nagyon hasonló folyamatot írt le. Minden esetre ez sem az, meg a ajurvédája sem az, ami a mai orvostudománynak az álláspontja. A mai orvostudomány ugye onnantól kezdi a dolgokat észrevenni, amikor fotózható, mérhető az eltérés, igaz? Az az ötödik szint, az ajurvéda szerint. Tehát és akkor azt mondja, hogy hát erre mindenkinek ugyanakkora az esélye, hogy mondjuk megjelenjen a daganata, igaz? Tehát ezért csinálják a szűrővizsgálatokat egyen mindenkinek, mert fogalmuk nincs arról, hogy ki igazán a veszélyeztetett. A mai orvoslásban minden egyes egyén egy pálcikának számít. Tök mindegy, hogy hogy él, mit csinál. Egy bumszli, és akkor úgy gondolja, hogy a százaléknak megfelelően ezek közül valamennyi, mit tudom, 5-10-20% ilyen beteg kell legyen, úgyhogy mindenkit le kell szűrni, és akkor kiderül, hogy melyik az. Hát ez nem így van. Ez egy butaság, mert a víz felszíne alatti jéghegy tömbről, arról lehet információkat szerezni sokkal hamarabb. És lehet tisztán látni, hogy ki az, aki nagyon veszélyeztetett, és ki az, aki kevéssé. Az ajurvéda ehhez megadta a megfelelő irányvonalakat. Ugye ez a lifestyle medicine, aminek a patológiája ugyancsak teljesen hasonlít ehhez, ez az, amit én leginkább követek. Egy kicsit az ajurvédát kiegészítve a modern természetgyógyászat és az orvostudománynak az ismereteivel. Nem akarok tovább erről beszélni, mert akkor nem jut időnk mindenre. Na most a salakanyagokról hogyan lehet ezt látni? Itt van például ez a sötét látóteres mikroszkópia, amit én minden páciensnél szoktam általában megcsinálni. Csak ha valaki kifejezetten kéri, hogy nehogy megtörténjen, akkor nem csinálom. De egyébként megnézem mindenkinek, és meg is tudja ő is nézni ott a saját vérében. És akkor látunk ilyen mindenféle képződményeket. Ugye ez egy ilyen kristályszerű anyag, ez egy ilyen amorf massza, ez egy ilyen keményebb, kicsit ilyen vastagabb szerkezetű massza ugyancsak. Ez megint egy ilyen lazább. Tehát ezeknek nem kéne ott lenni a vérben. Ez akkor van ott, hogyha valakinek salakanyag gyűlik a szervezetében. És akkor persze ugye élő sejtek szétesnek, és abból is van, de ennek is van egy mértéke, hogyha túl sok, akkor az is már salakanyaghoz vezet. Na mik ezek a salakanyagok? Mai orvosi ismereteink szerint. Hát vannak gázneműek, széndioxid, hidrogén, metán,
nitrogén, kénhidrogén, formaldehid, és így tovább. Vannak savak. Ugye van egy ilyen természetgyógyászati köztudatban elterjedt fogalom, hogy elsavasodik az illető, és akkor savak halmozódnak fel. Hát igen, vannak ilyen savak, ezek egy része azért nem azt jelenti, hogy akkor valami nagyon nagy baj van, de kétségtelen, hogy nem jó, hogyha túl sok sav keletkezik, és mert a sav egy idő után pusztítja, tönkreteszi a szöveteket. Ugye a gyomor ez egy különleges hely, mert ott a gyomorsavat, a gyomorsavtól a gyomorfalát védi egy a gyomor által termelt védő nyálkaanyag. De máshol a savtól nem véd bennünket semmi. Akkor van ilyen, hogy ammónia, merkaptán, akkor vannak ezek a aminósav származékok, illetve nukleinsav származékok, triptofán, tirozin, ornitin, lizin, és akkor ezekből keletkezik ilyen, hogy indolsz, katol, krezol, putrescin, kadáverin, ezeket így hullamérgeknek is szokták nevezni, mert az elpusztuló szervezetben keletkeznek nagyobb mennyiségben, de hát benne van például a húsokban, amiket a húsevők fogyasztanak. Aztán vannak baktériumtoxinok. Ugye a baktériumtoxinokhoz nagyon könnyű hozzájutni, mert az egész bélrendszerünk tele van baktériumokkal. Ezek a baktériumok állandóan termelnek valamit, és ennek egy része az, amit nem jól tűrünk, azt toxinnak nevezzük, méreganyagnak. Aztán vannak nehézfémek, antibiotikumok, hormonok, amiket ügyesen felveszünk a táplálékainkkal, meg a levegővel. Fehérje és szénhidrát természetű struktúrelemek, ezek is halmozódnak, pláne ha nem jó az agni, nem jó az emésztés. Na, tehát akkor még egyszer, hogy keletkeznek ezek? Egyrészt az emésztőrendszerben. Nem jó leszünk, nem jó az étkezésünk. Túl sokat eszünk, nem jó a hőkezelés, nem jó a fűszerezés, stb. És akkor nem jól emésztődik meg. Meg rossz a flóránk, mert a flóra is hozzájárul az emésztéshez. Ha nem megfelelő a baktériumflóra, akkor nem lesz jó az emésztésünk sem. Anyagcserében és élettani folyamatokban képződnek és halmozódnak fel. Tehát olyan anyagok, ilyen köztes anyagok. Mondjuk, ha valaki sok szénhidrátot eszik, meg sok fehérjét eszik, akkor lesznek ezek a proteoglikánok, amelyek így a sejtek között így megmerevednek. Tehát ez a rasza, amiről beszéltünk az elején, hogy ez az elsődleges szövet, ez a sejt közötti tér, ez elkezd bemerevedni. Lesznek benne olyan struktúrák, a sok szénhidráttól és sok fehérjétől, ami már nem olyan könnyen átjárható, nem olyan könnyen tudod a még valamit lepakolni, tehát egyszerűen telítődik a szövetállomány. Az acidózis kompenzálása, tehát ugye ez a savasság keletkezik, akkor arra ásványokat kezd el megkötni a szervezetünk. A sav megköti a mineráliát, az ásványt, és lesz belőle só. Ez a só is salak. Tehát például kivonja a csontból a kálciumot, és akkor lesz egy ilyen kálcium só, és az lerakódik a rasszában, tehát a sejt közötti térben, vagy a vérben, vagy valahol. Én ugye a vért nézem, mert azt tudom vizsgálni. Ez a második szint. És hát a kívülről bekerülő toxikus kémiai anyagok. Amit a mai orvostudomány mér ezek közül? Húgysav. Ismerős, ugye? Koleszterin. Túl van lihegve, de valóban ez is fölösleges anyag. Triglicerid. Gyulladást okozó szignálanyagok, különböző ilyen fehérjék. CRP, különböző autoimmunfaktorok, reumafaktor, és itt ezek mind fehérjék, és ezek jelzik azt, hogy felesleges anyagok vannak. Ráadásul tiltakozik a szervezetünk ellene. Túlszaporodott baktériumok, gombák, vírusok. És hát mitől függ ez, hogy ezek keletkeznek? Az életkorunktól, ugye az előbb mondtam, hogy hát ez egy bizonyos mértékig normális, hogy az életkorunkkal előre haladva a salakanyagok mennyisége nő, hát különben mikor öregednénk meg, hogyha ezt nem csináljuk, igaz?
Szóval az életkor előre haladtával több lesz. Persze van, amikor látok ilyen 70 éves nénikét, bácsikát, aki jön, és akkor a vér analízise az nagyon szép, mert úgy él. Vékony, azt mindig meg kell jegyezni, hogyha valaki vékony, az mindig előnyösebb az egészség szempontjából, mintha sok feleslege van, vagy valamennyi feleslege van. Persze a túlvékonyság sem jó, az alultápláltság sem jó. Ezeket kellő arányban kell helyreállítani. A szükséges mértékben kell helyreállítani. Tehát életkor. Aztán diéta és szokások. Valaki éjszaka mindig éjszakázik, lámpánál fönn van, ahelyett, hogy aludna. Ugye ez hozzátartozik a helyes életmódhoz. Ha nem így viselkedik, akkor ugye az fokozhatja a salakanyag mennyiséget. Nem jó étkezési szokások. Hát most táplálkozás irányban talán nem megyünk el, mert az túl messzire vezetne, és nem fér bele az időnkbe. De a sok húsevés, a szénhidrátevés, a sok fehérjeevés, az élelmiszerek minősége, tehát minőségen alul fogyasztott élelmiszer, az is ugye nem jóra vezet. Általában felnőtt korban ez azért szokott már egy valós téma lenni mindenkinél, hogy odafigyel, hogy milyen minőséget fogyaszt, de nem biztos, hogy az még időben van. Tehát lehet, hogy korábban kellene kezdeni. Fiataloknál jellemző, hogy nem törődnek vele, hogy mit kapnak be honnan. Az sajnos nagyon ronthatja a salakanyag termelődést. Az elfogyasztott kémiai anyagok, amik benne vannak az élelmiszereinkben, a légzési minőség, tehát ha valaki nem jól lélegzik, nem végez légzőgyakorlatokat, nem csinálja a pranajámát, akkor se, ha baj van, ugye azokkal nagyon sok mindent meg lehet gyógyítani. Fizikai kezelések. Tehát, hogy van-e valami fizikai hatás, ami ér bennünket? Szoktunk-e kimenni hideg levegőre futni, vagy mindig csak a padon futunk, vagy ott se? Hogy futunk a távirányítóért, amivel a tévét bekapcsoljuk. Igaz? Ezek különböző mennyiségű mozgást igényelnek. Mozgáshiány, ülő életmód, a bélflóra rendellenességei, betegségek, edzettségi szint, tehát hogy mennyire sokat rendszeresen mozgunk, a testtápolás, ugye, hogy milyen anyagokat kenünk magunkra, amiatt kétségtelenül felszívódik. Ásványanyag ellátottság, élvezeti szerek. Ugye nagyon sokan kávéfüggők, sokan dohányoznak, és se szeri, se száma, ugye az édességfüggőségről ne is beszéljünk. Van, akinél ott kezdődik a napi program, hogy a három tábla csokit kikészíti, és akkor az napközben el kell fogyjon, meg különben nem érzi jól magát. Hát mosolygunk rajta, de ez mindennapos, tényleg. Olyan is van, azt ezt szoktam mesélni, az annyira megdöbbentő volt számomra, hogy volt egy betegem, aki arról panaszkodott, hogy ő teljesen depressziós, hogyha az ajtója előtt, ilyen verandája volt, az ajtója előtt lévő mélyhűtő láda nincsen tele hússal. Akkor ő depressziósá válik, tehát ha fogy, akkor már baj van, és akkor ő neki szedni kell valami Xanaxot, vagy valamit, mert akkor nagyon rosszul érzi magát. Nem megfelelő stresszkezelés, háborúk, harc, viszály, stb. Ezek is mind fokozzák az AMA képződést, a salakanyag képződést. Hát aztán a külvilágból bekerülő dolgok, nagyon telik az idő, úgyhogy én inkább ezeket átugrom, jó? Tehát a külvilágból zöldségek, műtrágyák, húsok, tejtermékek, tartósítószerei, oltóanyagai, emulgátorai és mindenféle E-betűsök. Aztán a konzerváló anyagok, fehér cukortól az állati zsiradékig. A háztartásban kisugárzó, kipárolgó és bőrünkön keresztül bekerülő különböző anyagok,
a levegőből bekerülő anyagok. És hát ezek mindegyikének az a jellemzője tehát, hogy a fittségünket, a szervezet regenerációját, élettani folyamatait, immunműködését, adaptációs, tudjátok mi az adaptációs képesség? Hát a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodási képesség. Ez is az egészség jele. Ha ez nincs meg és nem elég, akkor az sem jó. Van, akinek mindig hideg a végtagja. Már az is, az sem a normális helyzet. Szervek teljesítményét, az önszabályzó képességét. Tehát ez mind a salakanyag, az mind ezt gátolja, blokkolja. Tehát ezeknél a problémáknál, amit már korábban egy másik fajta felsorásban elmondtam, itt salaktalanítani kell. Na és akkor mik vannak ajurvédikus terápiák erre? Hát három nagy csoportot lehet megkülönböztetni az ajurvédában. Vannak az úgynevezett racionális terápiák. Ez a Yukti Vyapasraya Chikitsa. Mindjárt ezre visszatérek, hogy ez mit jelent. Aztán vannak a spirituális terápiák. Ugye az ajurvéda a test, lélek, szellemet egyben gyógyítja. Tehát nagyon fontos ahhoz, hogy gyógyulni tudjunk, nem csak az, hogy valami gyógyszert beszedjünk, hanem hogy az életünket átalakítsuk, a gondolkodásunkat átalakítsuk. Az életünkben olyan dolgokat rakjunk be, amivel megjelenik a kegy. Az a kegy, ami kell ahhoz, hogy gyógyuljon valaki. Tehát az az ember, aki az életében semmilyen áldozatot nem hoz a gyógyulása érdekében, de elvárja, hogy a természet az őt meggyógyítsa, az valószínűleg hibás úton jár, mert valamit kihagy ebből az egészből. Tehát nem lehet azon dühöngeni, hogy engem ezek a betegségek sújtanak, mást meg nem, mert valahol az életünknek a szerveződése az a saját gondolkodásunktól függ elsősorban. Na tehát mi minden van a spirituális terápiákban? Például mantrázás vagy ima, drága kövek, különböző ceremóniák, például a tűzceremónia. Akkor ismerten ugye a Raja Yogának az alapelvei a Yama és a Niyama. Ezt biztosan tudjátok, hogy mi mindent jelent. Erről külön lehet egész hosszan beszélni, de hát gondolom az Aninda erről beszélt már sokat. Akkor a prajaschitta, a bűnhődés terápia, tehát hogy az ember tudomásul vegye, hogy vannak dolgok, amiket el kell szenvedni, mert valamiért megszolgáltam. Aztán a szent versek, himnuszok éneklése, gamana, zarándoklat, talizmánok. Tehát ezek képezik azt a rendszert, amiben persze nem kell mindenre pontosan kitérni, de ezek tudnak lehetőséget adni arra, hogy spirituálisan, szellemi módon fejlődni tudjon az ember. És hát ugye tudjuk, hogy a niyámában benne van a szentiratoknak a tanulmányozása, a különböző gyakorlatoknak a végzése, és a jámában pedig benne van az, hogy az ember tiszta életet él, erőszakmentesen, tud alkalmat találni az elvonulásra, és így tovább. És a kriák, ugye a tisztulások. És akkor van a pszichoterápia, a butavidya, ami a védikus irodalomban szintén egy külön fejezet, nagyon sok fontos eleme van, elsősorban mintákkal, modellekkel, képekkel dolgozik, de ahhoz, hogy az ember ezzel foglalkozzon, ahhoz a többi dolognak is rendbe kell lennie. És akkor én dolgom az most elsősorban azért mégiscsak ez a racionális terápia, aminek ezek a fő részei. Tehát az okozónak az elkerülése, a Nidana Parivarjana, hogy az ember elkerülje azt, ami okozta a bajt. Tudjuk, hogy az én rossz táplálkozásom okozta a betegséget, akkor nyilvánvalóan a rossz táplálkozást korrigálni kell. Aztán a shamana, kiegyensúlyozás,
amiben benne van a táplálkozás korrekciója, az egészséges viselkedés és bizonyos gyógyszerek. Ez elsősorban a megelőzés szolgáló csomag. Ugye, tehát, hogy az ember úgy éljen, hogy megelőzzön. De hát a megelőzés az sokszor gyógyítás is, hiszen hogyha az ember korrigálja az étkezését, lehet, hogy két nap múlva már jobban van. Körülbelül ennyi a táplálkozás terápiának a hatás időtartama. Két nap múlva már az működhet. Pláne, ha valaki mondjuk böjtöt kezd. Nagyon gyorsan hat. A sódana, kivezetés, méregtelenítés, salaktalanítás. Ugye az ajurvédikus salaktalanítás az ebbe a csoportba tartozik. Tehát a racionális terápiákon belül a kivezetés, méregtelenítés, salaktalanítás a sódana. Tehát még egyszer akkor azt mondtuk, hogy az ajurvédikus terápiáknak három része van, a racionális terápiák, a spirituális terápiák és a pszichoterápia. A racionális terápiákon belül is van három rész, hogy elkerüljük azt, amiről tudjuk, hogy okozta a bajt, hogy kiegyensúlyozzuk a problémákat, ezek inkább a megelőzést és a jövőbeli problémák megelőzését szolgálja, és a sódana, a kivezetés. De hát a gyógyszerek, az is a samanába, a kiegyensúlyozásba tartoznak bele, ugye ezek az ajurvédikus gyógyszerek, ami szintén nagyon erős és nagyon jó hatású dolgok. Na tehát a sódana, a kiválasztás, itt aztán megint van három, láthatjátok, háromféle kiválasztás. Van a külső tisztítás, ez a Bahi Parimarjana, ide tartoznak bizonyos jáma, niyáma gyakorlatok, kriák. Aztán van a belső tisztítás, és ide tartozik ugye a pancsakarma. A pancsakarma az azt jelenti, hogy ötféle tevékenység. Abban van olyan, hogy baszti, ezek ilyen beöntések. Beöntések a többnyire a vastagbélbe, de vannak külső basztik is, amikor a test bizonyos pontjaira helyezünk ilyen meleg, olajos folyadékot, gyógynövényes folyadékot. Van a nászia. A nászia az a légutaknak és a különböző nyálkahártyáknak a tisztítását jelenti. Ez olyan, hogy különböző előkészítő kezelésekkel a nyálkahártyákon való kiválasztást fokozzuk, majd pedig egy gyógynövényes olajjal egy akut nyálkahártya reakciót váltunk ki, és ezzel egy nagy tisztulást a nyálkahártyán. Aztán a virecsana, az egy egyszerűen fordító, azt jelenti, hogy hashajtás. A vamana, az a hánytatás. De ez nem az a hánytatás, mint amit az ember elszenved egy súlyos gyulladásos betegségnél, hanem annál azért kevésbé kellemetlen. Gyógynövényes folyadékokkal megtölti magát gyakorlatilag az illető, és egy olyan időpontban, amikor már teljesen feloldotta a gyomorban lévő amát, akkor ez visszafordul és eltávolítja. De ez nagyon gyorsan és könnyen megy, mérik a bemenetet, kimenetet, és a végén jön ki tulajdonképpen az a salakanyag, aminek el kell távoznia. És akkor a rakta moksana, az pedig a vércsapolás, vagy véreltávolítás. És akkor van a sebészeti tisztítás. Hát ugye az ajurvédának van sebészete, volt. Manapság már az ajurvédikus sebészetet nem annyira használják, de a sebészet az nyugati orvoslásból az része lehet az ajurvédikus szemléletű gyógyításnak, hiszen tudjuk azt, hogy például daganatokat bizonyos esetben ki kell vágni. Nem lehet azt eltűrni, hogy ott egy nagy daganat, és közben a szervezet nem tud ettől védekezni. Tehát, vagy például bizonyos zsírszöveteket, tehát lehet, hogy valaki lefogy, és lesznek ilyen lógó, kötőszöveti redők, ami mozgásában akadályozza
tisztálkodásában, életvitelében. Tehát ezeket muszáj, hogy eltávolítsák mondjuk plasztikai sebészettel. Tehát a sebészet az része lehet az ajurvédikus szemléletű ellátásnak. Most hát mit jelent a salaktalanítás? Ugye az, hogy bizonyos folyamatokkal ezeket a felesleges anyagokat csökkentjük a szervezetünkben, lerakódott anyagokat, acidózist, baktériumokat, emésztőrendszert támogatjuk, környezetszennyezés által bekerült anyagokat, és így tovább. Amiről érdemes esetleg egy pár szót ejteni, az az úgynevezett mikrobiom. Ugye már említettem, hogy a bélben nagy mennyiségű baktérium van, több kilónyi, akár 5-6 kilónyi baktérium is lehet a bélben, és ezek a baktériumok, ezek óriási számban vannak jelen. 1800 féle alaphelyzetben, legalábbis így gondoljuk ma, 40 ezer féle alfaj, 23 ezer emberi gén van, viszont a baktériumoknak van közel 5 millió génje. Na most ez nagyon, nagyon nagy ráhatás a szervezetre, ugyanis ezek a baktériumok is ugyanolyan anyagokat termelnek, mint a mi élő sejtjeink, és ezek az anyagok, ezek ugyanúgy bekerülnek a keringésünkbe. Ezért szokták mondani, hogy bél, agy, tengely. Hogy a bélben lévő termelődő anyagok, azok bekerülnek, és ugyanolyan neurotranszmittereknek, tehát idegi szabályzóknak számítanak, mint a saját idegsejtjeink által termelt anyagok, vagy a mirigyeink által termelt anyagok. Ezért most képzeljétek el, hogyha 23 ezer génünk termel valamit, de van 5 millió baktériális gén, ami tök rosszat termel, hát az ellen nem lehet védekezni, csak úgy, ha az 5 millió gén az emberbarátabbá válik. Igaz? Tehát ha olyan baktériumok kezdenek el újra megerősödni, aminek ott van a helye, és nem olyan, ami ellenségünk. És az meg teljesen a táplálkozásunktól, gondolkodásunktól függ. Na most elhoztam, mert itt ugye írtam azt is, hogy kóros változás, ez az úgynevezett leaky gut szindrómát okozza. A leaky gut szindróma az azt jelenti, hogy átjárhatóvá válik a bélfal. Hát kinyílik, amikor felszívódás van, majd összecsukódik, amikor az befejeződött. Ez nagyon gyorsan lezajlik. De a leaky gut szindróma esetén az történik, hogy olyan módon táplálkozik az illető, hogy ezek bénulnak ezek a bélnyálkahártya sejtek, és nem tudnak újra összezárodni, nyitva marad. És akkor szabadon kibejárkálnak ott hát én például a mikroszkóban látok ilyen darabos táplálék darabokat. Kis kocka, kis ez az. Hát azok onnan kerülnek be az emésztőrendszerből, bepotyognak a keringésünkbe. De baktériumok is, paraziták is, mindenféle be tud jutni, és ezek persze állandóan hergelik az immunrendszerünket. Szóval nagyon sok minden van a salaktalanítás kapcsán, amivel érdemes lenne foglalkozni. Egyik ilyen például a hidrogénatomoknak a szerepe. Ugye a hidrogénatom az elektron nélküli hidrogén, vagyis a proton. Ugye ez az, amitől savas lesz valami. Ha az elektront viszi, akkor hidrogén, vagy elektron donorként szerepel. Az elektron az egy fontos feltétele az életünknek. Akkor, amikor tartósítanak egy élelmiszert, akkor ezeket az elektronokat vonják el, és attól nem fog megromlani. De attól lesz értéktelen az élelmiszer. Tehát az lenne a cél, hogy minél több elektron legyen a szervezetünkben, és ezt a hidrogén tudja adni. De ugye ahhoz jó minőségű víz kell, ahhoz megfelelő légzés kell, és ezeknek ma hiány vagyunk. Ugye ezek a természetes savak, amik képződnek a szervezetünkben, és elindulnak a kóros folyamatok. Tehát ugye a baktériumok, gombák jelennek meg, erjedést okoznak, meg rothadást. Erjedést és rothadást. Rothasztó anyagok jelennek meg.
aztán gyöngülnek az emésztőrendszerbe az úgynevezett bazofil szervek. A bazofil szervek, ezek a gyomor után lévő mirigyek. Savasabb ételt nem tudja feldolgozni a bél, ez hasmenést okoz, és akkor ugye ezt általában szokták blokkolni valamilyen gyógyszerrel, ami hát nem annyira jó, mert akkor ugye nem is tudja eltávolítani a méreganyagot a szervezet. Aztán elégtelen lesz ugye az emésztés, és akkor létrejön az úgynevezett autointoxikáció, vagyis a szervezetünk mérgeződik, önmaga mérgezi magát. Alkohol és más hibás élelmiszer kombinációk, és akkor elindul a karcinogenezis, vagyis a daganatnak a képződése. Lassul a passzázs, intoxikáció, kevesebb rost, felesleget, toxinokat megköthetné. Ugye nem jól táplálkozik, nem eszik elég rostot. A rost az látszólag egy szükségtelen dolog, holott nagyon fontos emésztendő anyag, amit a baktériumok emésztenek meg. Megnő a gyomor pH 3 fölé. Itt vannak a különböző tereknek a pH-jai, és tudjuk azt, hogy ha a gyomor pH elkezd növekedni, akkor nem jó lesz az emésztésünk, ugye? Nem pusztulnak el a baktériumok, megmérgeződik az egész emésztőrendszer. Vizelet pH-ja nem fog ingadozni. Ugye normálisan ingadozik, van egy napi ritmusa. Ha ez az ingadozás ez megszűnik, akkor az azt jelenti, hogy nincs mit kiegyensúlyozni a vizeletnek, minden egyformán savas vagy egyformán lúgos. A lúgos akkor már a daganat jön, a savas akkor még csak a gyulladások. Miért alakul ki az infarktus? Ugye 6,1-es szívizomnál, mert látjátok, hogy itt a szívizom 6,9-es a pH-ja normálisan. 6,9. Ugye a vérnek 7,3, 7,4. A szívizomnak 6,9, ha ez lecsökken 6,2-re, akkor megalvad a vér. Akkor jön az infarktus. Hát aztán itt a hasformákat, láthatjátok a Mayer szerint, különböző hasformák nem az elhízottságról árulkodnak, hanem a bélben lévő viszonyokról. Először van a kisgyulladás, aztán a nagygyulladás, aztán a leépülés. Először kifeszül a bél, gyulladásossá válik, aztán elkezd lógni. És akkor meg már nem lehet semmivel stimulálni. De aztán a Mayer az mindenféléket kategorizált, tehát például a bőrszínét, bőrfelszínét, bőrtónusát, gyulladásokat, a szőrzetnek a minőségét, a körmöknek a minőségét, a szem nyálkahártyáinak, a szájnak és az ajaknak a teltségét és a nyálkahártyáját, a nyelvet, a száj szagot. Tehát ezek mind árulkodnak arról, hogy hol tart az illető ebben a folyamatban, amit az előbb nektek elmondtam. De nincs idő arra, hogy ezt mind végigvegyem, úgyhogy nem is fogom. Inkább egy pár percet még szeretnék arra hagyni, hogy tudjunk beszélgetni. Tehát akkor ugye krónikus folyamatok alakulnak ki, zsíranyagcserezavarok, vérviszkozitás növekszik, stb. Jó, hát ugye ilyenek, hogy az Alzheimer-kor például, ugye ma azt mondják, hogy rövid időn belül az Egyesült Államokban minden negyedik ember Alzheimeres lesz. Ez itt még kevésbé érzékeljük, de egyre inkább nő az Alzheimereseknek a száma. Tudjátok, mi az Alzheimer, ez a korai elbutulás. Ez azt jelenti, hogy ez a sok felesleges anyag, ez az ama, ez a nem jól megemésztett felesleges anyag, ez elkezd lerakódni az idegrendszerben. Ennyi. Nem kell ezen semmit tovább totózni, hogy mi ez. Ez ez. Tehát az a felesleges anyag, ami keletkezik a szervezetben, mert nem jó az életmód, nem jó az emésztés, nem jól gondolkodunk, és így tovább, az termeli ki ezt az Alzheimer betegséget, és ez bizony egyre gyakoribbá válik, ahogyan az egészségtelen életmód egyre nagyobb teret nyer. Aztán anafilaxia, allergia, krónikus idiopátiás csalán, különböző fitness sportolókban mértek problémákat, ugye tojás, tejtermékek miatt, nagyon sok ilyen betegem van. Ez a másik vizsgálat, amit a mikroszkópban végzek, ez a bélben lévő gyulladást jelzi korai stádiumban.
Aztán ugye mi történik? Tehát megvastagszik a sejtek membránja, erről már beszéltem. Sejt felszínére rárakódik ilyen ama réteg, felesleges anyagokkal az alaprendszer átitatódik. Láttátok ott azt a hálót, meg azt a lerakódásokat. Akut toxikus anyagok keletkeznek, tehát ilyen fenol, indol, alifatikus aminok, poliaminok, és így tovább. Artériák falában megindul ez a kollagén, meg mukopoliszaharid, meg lipopoliszaharid lerakódás, és aztán a méz is hozzárakódik, és akkor lesz érelmeszesedés. Aztán inak, ízületek, szinóviák felületén lerakódik a salak, és akkor artrózis elindul. Aztán a legfontosabb fehérje lebontási termékek erősen toxikusak. Tehát például a művesek kezelés legfontosabb célja ezek eltávolítása. Hát minden, amikor fehérje többlet van, meg fehérjék, ilyen kóros fehérjék megjelennek, akkor az mind azt jelzi, hogy salakanyag az gyarapszik. Akkor a vizelet erősen savas, majd mindig savas, majd eltűnik a napi ritmus. Tehát a pH-t lehet nézni a vizeletben, és akkor tudja az ember, hogy melyik stádiumban jár az illető. Akkor, amikor eltűnik a napi ritmus, az a legrosszabb már. Húgysav, ecetsav, tejsav, kénsav más keletkezik, ami nem tud rendesen kiválasztódni, és megreked a szervezetben, tehát savasítja. Az addig megy a savasítás, amíg a vese kiválasztó csatornáinak a működése el nem pusztul a savasságtól. Akkor elpusztul. Először ugye a pufferek kimerülnek, aztán elpusztul. Kiürül az összes proton, tehát ez a savas anyag, ami a savasságot okozza, és akkor jön a lugosság, és a lugosságban megkeletkezik a daganat. Savak, mineráliák vannak, csontritkulás alakul ki, fogszuvasodás, kandida, aranyér, viszértágulat, elgyöngülnek a kötőszövetek. Passzázs lelassul, ugye? A normálisan egy napos passzázsidő, az lehet akár 7-8-10 nap is. És akkor is sokszor csak mindenféle eszközökkel. Aztán a székletnek megváltozik az összetétele. Benne enzimek, gyulladásos anyagok jelennek meg, víztartalom vagy csökken, vagy nő. Tehát egyszerűen megváltozik a széklet állaga. Immunanyagok, baktériumok, gombák túlszaporodnak. Szoktam ilyen széklet bél baktérium analízist csináltatni Németországban, és akkor jól lehet látni, hogy mik azok a rossz fajta baktériumok, amelyek elszaporodnak. Clostridiumok, klebsiellák, enterokokkuszok, kandida. Ezek szaporodnak el a bélben. Aztán ugye beszéltünk már a ajurvédából a gunákról, tehát a kötőerőkről, a pszichés kötőerőkről, hogy mindegyiknek más hatása van az egészségünkre. Azt írja a Bhagavad Gita, a sötétség kötőereiben lévők az olyan ételeket szeretik, amit a fogyasztás előtt több mint 3 órával főztek, ízetlen, romlott és rothadó, valamint maradékokból és tisztátalan alapanyagokból készült. Újra melegített étel is ide tartozik, és én nem is tudom, ugye, hogyha valaki ezt úgy figyelte már, lehet érezni, hogy ez nem friss, hanem már többszörösen meg volt melegítve, vagy csak egyszer volt. Belettéve a hűtőbe, kiletvéve újra. Egyszerűen romlik az élet energiája annak az ételnek. Mély hűtött, erjesztett ételek, hús, hal, tojás, gomba, alkohol, kávé tartozik ide. A rajasz ételek, ugye ezek mind betegséget okoznak. Tehát a tamasz és a rajasz ételek, azok mind betegséget okoznak. Túlságosan keserű, túl savanyú, sós, erős, csípős, száraz égető ételt a szenvedély kötőerejében élők kedvelik. Az ilyen ételek boldogtalanságot, szenvedést és betegséget okoz, mondja a Bhagavad Gita 17.9. Ezek az ételek hőt termelnek, fokozzák a dühöt, agresszivitást, nemi vágyakat. Hagyma, csili, torma, savanyított zöldségek, gyors evés. Egyáltalán a túlzásba vitt evés, a túlzottan forró étel, a túlzottan csípős étel, a folyton csak ezt evés, az mindenképpen rajaguna. És akkor van a szatva, ami előfeltétele a megegészségesedésnek, ugye a szalutogenezisnek.
A jóság minőségében élők olyan ételeket kedvelnek, melyek meghosszabbítják az életet, megtisztítják az ember létét, erőt, egészséget, boldogságot és elégedettséget adnak. Az ilyen ételek lédúsak, zsírosak, táplálóak, ugye természetes zsírosságról van szó, nem arról, hogy disznózsírral fő van jól tuningolva, és örömmel töltik el a szívet. Bhagavad Gita 17.8. Tehát emellett még a frissen leszedett, lehetőleg otthon termelt növényekből frissen készült nyers és frissen főzött ételek tartoznak ide. Gyümölcsök, zöldségek, gabonafélék, a laktóvegetáriusoknál maximum, ugye ez a savanyított tejtermék. De azt meg kell mondjam, hogy a mai embernél egyre gyakoribb ez a tejérzékenység, és valójában a védikus időktől eltérően ma már azt kell mondjuk, hogy a tejtermékeket ebből a szatvagunából ki kell venni, mert bajt okoz. Az élő táplálék fogalma nagyon fontos. Mi az az élő táplálék? Ugye, ami nem tamaguna, hanem szatvaguna. Térbeli biokémiai struktúrákra van szükségünk, tehát ugye nagyon egyszerű elképzelni, hogy leszedem a földön az epret, ugye a eperföldön, szép pirosporzsgás, leteszem az asztalra. Kiveszem a mélyhűtőből az epret, szép pirosporzsgás, leteszem az asztalra. Egy óra múlva, két óra múlva megnézem, melyikből mi lesz. A szép pirosporzsgás földről szedett, az marad olyan. A mélyhűtőből kiszedett, az meg összerogyik. Igaz? Miért? Mert nincs meg a struktúra. Ez a biokémiai struktúra, ez már a fagyással szétment. Ugyanazok az anyagok vannak benne, biztosak lehetnek benne, hogy semmi el nem párolgott abból attól, hogy lefagyasztották. Csak széthasogatta ez a, van egy bonyolult molekula, így itt-ott mindenütt összekapcsolódik, és ez tartja fönn ezt a szép kinézetét. De amint szétverődik ez a struktúra, azon nyomban megráncosodik és összeesik. És ez már nem ugyanazt nyújtja a szervezetünknek, sőt salakanyagot képez. És hát a másik az elektron átadó képesség, ugye erről beszéltem, hogy a hidrogén az igazából akkor jó, hogyha nem is H2, hanem H2 negatív. Vagyis, hogy van még hozzá egy elektron. És a hidrogén képes egy elektront szállítani. Hidrogén molekula képes még egy elektront odakötni és vinni. Na, ilyen vizek is vannak, de csak nagyon kevés. Régen a gleccsereket tartották annak, és abban mérték is, hogy nagyon sok hidrogén ion van. Ma már nagyon kevés ilyen természetes víz maradt a Földön, vannak tavak, ahol még van, de a többségében már maga a víz az nem hordoz ilyet. A szervezetünknek kell olyan módon élnie, úgy kell gazdálkodnunk az erőforrásokkal, hogy a táplálékunkból és a vízből együtt mégiscsak ellássuk a szervezetet elég elektronnal. A nem konzervált, a nem túlfőzött, a nem újra melegített, a nem túlhűtött, a nem mikrózott, a nem finomított és adalékokat nem tartalmazó. Ez az élő táplálék. És akkor mivel lehet megelőzni a salakképződést? A mértékkel, a rendszerrel, a ritmussal. A böjtel. Tehát ha tud az ember, akkor böjtöljön rendszeresen. Ha nem tud, akkor is csak akkor keveset. Jó, tehát ez a két verzió van. Böjtölni mindenkinek kell valamennyit, és azt nem lehet úgy, hogy megcsináltam 3 éve is egy böjtöt, hanem legalább évente kell, legalább. Ha nem évente böjtölünk, akkor már olyan mértékben növekszik újra a salakanyag mennyiség, hogy már azt egy böjtel nem tudja az ember eltakarítani. Lehet évente 2-szer. Esetleg 3-szor is böjtölni. Lehet hosszabb böjtökre időt szánni, és rövidekre. Lehet hetente 1 nap léböjtöt tartani, majd még egy nyers napot például egy héten. És emellett mondjuk 3 havonta csinálni egy 7-es böjtöt. De lehet ilyen hosszabbakat is, mondjuk 3 heteset, mint amit mi most éppen nemrég befejeztünk. Talán van, aki értesült róla, mert hogy megosztottuk az élményeket a közösségi médián, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy a 3 hét az egy normális
normális hosszúság. Tehát ha valakinek van testsúlytartaléka, akkor érdemes úgy gondolkodni, hogy évente egy ilyen 3 hetes bőjtöt tartson meg. Hát ugye sokféle bőjt van, amit mi csinálunk többnyire, ez az úgynevezett Buchinger-Lützner féle lébőjt. Lützner professzortól tanultam én az európai típusát ennek a bőjtölésnek. Ugye az ajurvéda szerint is lehet bőjtölni, lehet rövid bőjtöket csinálni, ez a védikus kultúrában az úgynevezett ekadeszi napok. De ahogy mondtam, mi ezt a Buchinger-Lützner féle lébőjtöt végezzük. Ennek az a lényege, hogy ez nem null diéta, nem csak vízről van szó, hanem van benne gyógytea, frissen préselt lé, leves, és van benne gabonatej vagy gabonanyák. Tehát a növényekből ilyen folyékony kivonatok. Leves, préselés és gabonatej formájában. Ezek a részei ennek a lébőjtnek. Ez egy ilyen 4-600 kalória, tehát bőven fedezi azt a kalória mennyiséget és ásványi anyag vitamin mennyiséget, amire szükségünk van ahhoz, hogy jól leépítsünk, lebontsunk. És az egyetlen dolog ugye, hogy nem rágunk, hanem csak iszunk. A rágásnak az elkerülése azért kell, mert különben folyton arra inspiráljuk az emésztőrendszert, hogy felszívjon. Itt meg arról van szó, hogy ez az óriási nyálkahártya felület, ami rendelkezésünkre áll a bélben, ez egy több száz négyzetméteres felület, ezt kiválaszol. Ezt hívjuk segítségül a kiválasztásra. Na ez az, amit semmi mással nem lehet pótolni. Ezért mondják, hogy a bőjt az a természetgyógyászat sebészete, mert olyan eredményességű. Ezen az óriási nyálkahártya felületen rengeteg felesleges anyag tud eltávozni, és ha azt nem hagyom ott, hanem kisöpröm egy kis hashajtással, vagy beöntéssel, vagy bármilyen jogikus kriával, akkor az szépen eltakarodik a szervezetből, és akkor az valóban érezhetően csökkenti a szervezetünk terhelését. De ha utána nem következik egy megváltoztatott életmód, egy másfajta gondolkodás mentén, akkor sajnos ez a salak mennyisége ez elég gyorsan elkezd újra halmozódni. És ezért is mondom, hogy évente egyszer legalább kell az embernek normál élettempó és normál egészség mellett is bőjtölnie, ahhoz, hogy megőrizze az egészségét. Hát ha még javítani akarja, akkor még inkább. Nagyon sokféle verziót lehet aztán, hogyha az ember tud egyet legalább technikailag megbízhatóan és biztonságosan, akkor sok mindent lehet ezhez hozzávariálni, akár ilyen bélátmosást, meg különböző típusú bőjtöket, folyadékok összetételétől függően lehet különböző bőjtöket megkülönböztetni. Tehát lehet ezt a Andreas Moritz féle lepe máj tisztításnak mondott dolgot is. Az tisztít valóban. Nem feltétlenül epekövek mennek el, azt nem gondolom, de valóban vannak ilyen összecsomósodott felesleges anyagok, amik eltávoznak. Igen, hát az is egy lehetőség, ez az úgynevezett intermittáló, vagy mimikri bőjt. A Walter Longo nevű amerikai kutatóorvos fejlesztett ki ebből egy programot, és a lényege az az, hogy az ember meghosszabbítja az éjszakai nemevésnek az időszakát, mondjuk akár délig, délutánig nem eszik, és akkor hosszabb idő áll a szervezetnek rendelkezésére egy csökkent kiválasztó képesség mellett is utol tudja magát érni, és tud ilyen módon a kellő mértékben salaktalanítani. Mindig az a védikus példa jut eszembe, az a szent, aki az őserdőbe meditált, és minden nap csak egy szem rizst evett meg. Odáig el lehet jutni. Nem muszáj próbálkozni. Tehát az biztos, hogy annak, aki nem alultáplált és nem dúl benne a vata,
annak jó, hogyha minél kevesebbszer és minél kevesebbet eszik. Most, hogyha tud olyan időszakot, ami egy megnyújtott nemevési időszak, akkor az jó. Ha ezt nem minden nap csinálja, csak bizonyos napokon, az is jó. A lényeg az, hogy annak próbáljunk gátat szabni, hogy túlegyük magunkat, mind egyszerre a mennyiségben, mind pedig a folyamatosságban, és hogyha tehetjük, akkor mindig szakítsunk időt arra, hogy csalagtalanítsunk. Ez a dolog, ez nem biztos, hogy helyettesíti azt, amikor hosszabban beütölünk. Ez arra jó, olyan, mint a lakásban a kis takarítás, meg a nagy takarítás, hogy minden nap kell valamit összekotorni, mert mindig keletkezik valami kis szemét, vagy egy héten egyszer mindenképp kell valahogy takarítgatni nagyobb mértékben, de évente egyszer csinál az ember egy olyat, amikor az ablakot is, meg a függönyt is, meg mindent megtakarít, tehát meg a bútort arrébb húzza. Ugye ez fontos. Most ez a két dolog, ez különbözik. Úgyhogy nem szabad összekeverni. Hogyha én így ilyen böjtöket csinálok, az jó, de ne gondoljam, hogy attól még esetleg nem fog szaporodni a salakanyag a szervezetünkben. Most a pancsa karmával a böjt mellett lehet még bizonyos dolgokat kiválasztani. Mi a Somogyvámosi Radi Resort hotelben nyitottunk egy ilyen kúrahelyet, ahol ezeket a salaktalanító kúrákat csináljuk, meg hát egyéni terápiákat is természetesen. Számomra is megdöbbentő az, hogy olyanok, akik nem tudnak, vagy már nem működik a megfelelő kiválasztás bőtkurával, olyanoknak is nagyon szépen kezd csökkenni a salak mennyisége attól, hogy mondjuk az ajurvédikus kiválasztó terápiákat alkalmazzuk, tehát például a basztikat, vagy naszját, vagy egyáltalán csak ezeket az olajozásokat, mert vannak a vata túlsúlyú emberek, azoknak nem feltétlenül a böjt hozza meg a nagyobb eredményt, lehet, hogy éppen ezek az olajos kezelések, amivel föl lazul a salakanyag a szervezetben. Tehát egyénileg azért ez is különbözik, kinek mennyi lehet és mit lehet salaktalanításként. Nem Magyarországon, hanem Európában se nagyon van már olyan víz, ami elektronhordozó, de tiszta vizet azért még valamennyire lehet találni, csak azt is egyre kevesebbet. Ugye tudjuk, hogy a műanyag palackokban, ezek a műanyag maradványok vannak benne, a csapvíz, abban benne van a hormon, amit a nők elfogyasztanak ugye a fogamzásgátlás céljából, és ezzel mindenki ösztrogén túlsúlyúvá válik. Az összes tisztának mondott forrás az egyre inkább szennyeződik. Tehát tiszta vizet nagyon nehéz most már találni. A víztisztítókkal valamit kivonunk, de nem biztos, hogy azt, amire szükség van. Az ajurvéda szerint minden víztípusnak megvan a maga gyógyhatása. Tehát nem csak a gyógyvizeknek van gyógyhatása, hanem annak is, hogy fő volt-e forralva, le lett-e hűtve, milyen arányban van forralt víz abban a vízben. Az esővíznek egész más hatása van, például az ilyen kaffa folyamatokat erősíti, vagy a párából leszedett víznek egész más hatása van. A természetes állóvíznek más hatása van, mint a folyóvíznek. A fenti részen, ahol elindul a patak, és még friss mozgású, az egész másként hat. Azokon a vízgyűjtő területeken, ahonnan származik az a víz, milyen betegség fordul elő nagyobb mértékben, annak jelentősége van a víznek a hatását tekintve. Tehát az ajurvéda nagyon részletesen foglalkozik a vizekkel, de manapság örülünk, ha tiszta vízhez jutunk itt Európában, meg Magyarországon, és az embernek azzal kell gazdálkodnia. Azt tudom mondani, hogy az jó, hogyha meleg vizet fogyasztunk, ha felforralt vizet fogyasztunk, vagy legalább egy részében azt fogyasztunk,
és minél kevesebb olyan vizet igyunk, ami hosszú ideje áll valahol, például műanyag flakonban, vagy csapvizet se igyunk túl sokat. Annak is ugye megvan a problémája ezzel a klórozással, meg a döglött baktériumokkal, mert ugye a baktérium az nem eltűnik belőle, csak elpusztul. A klór hatására ezt gondolom mindenki érti. Szóval, hogy nem arról van szó, hogy az kiszedi belőle, hanem ott van a baktérium, úszik a tetem. És benne van még pluszban a klór is. De hát néha meg jobb, mint egy nagyon, nagyon ásványanyagokat teletett ásványvíz. Jó, még egyszer köszönöm a figyelmet, jó tanulást kívánok, és további épülés spirituálisan is a jövőben.